nevű szoftvert mutatnám be. Arról, hogy miért pont erre esett a választásom. Tehát a térinformatikának manapság az egyik talán a legdinamikusabban fejlődő terület a távérzékelés, ugyebár most már nem csak állami, meg katonai műholdrendszerek léteznek, már magáncégek is meg tudják ezt oldani, például a Google is. Egyre több adat elérhető, és egyre pontosabb adatok. Maga a LeoWorks nem számít egy professzionális szoftvernek, amiért választottam, nyílt forrás tudó térinformatikai szoftverekből elég nagy választék van, viszont olyan, amelyik kifejezetten csak távérzékeléssel foglalkozik. Talán még az Optrix létezik ezen kívül, valamint a Multispec, de az csak freeware, nem nyílt forrás kódú. Azt egyébként a PureDew Egyetem fejleszti. Igazából arra jó ez a szoftver, hogyha valaki szeretne kezdeni foglalkozni ezzel az ágazattal, egy remek kiindulási alap a tanuláshoz. Maga a távérzékelés, hogyha valaki nem találkozott volna vele, az egésznek a lényege az lenne, hogy a földfelszíni objektumokról, különböző tárgyakról úgy gyűjtünk információt, hogy nem kerülünk fizikai kapcsolatba vele. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy vagy légi fényképezés során, vagy pedig valamilyen műholdas felvétel alapján műholdakról. Két fajtája van a passzív távérzékelés. Ilyenkor valamilyen természetes forrásból érkező jelet fogad be az érzékelő, például a földfelszínről tárgyakról visszavert fényt, vagy a kisugárzott hűt. Ennek egy nagy előnye, hogy nagyon kevés erőforrást igényel, tehát a nap 24 órájában ezek a szenzorok tudnak működni. Nagy hátránya, hogy például fénynél ott csak nappal lehet dolgozni, maga a felhőzet nagyon be tud zavarni, torzítja az egészet, vagy lehetetlenné teszi az érzékelést. Aktív távérzékelés során viszont maga az érzékelő bocsát ki sugarakat, ezek általában radar vagy lézeres szenzorok. Például az SRTM domborzat modellekkel, hogyha valaki találkozott valaha, ezt is radaros felvétele, radar hullámok alapján mérték fel, vagy most, amit az Unió megcsinálta az EUTEM-et. Lézeres felvételeknél általában nem műholdakról szokták kibocsátani a hullámokat, hanem repülőgépekről, meg mostanában egyre sűrűbben drónokról. Itt gyakorlatilag a kibocsátott sugárzás visszaverődését veszi figyelembe, és ami nagy előnye, hogy a nap 24 órájában tud működni, gyakorlatilag, amint mondtam, domborzott modellek, felszínmodellek létrehozásához, különböző légköri jelenségek modellezéséhez használják, és egy nagy előnye, hogy a földfelszín alá is egy bizonyos mértékig be tud hatolni, tehát például különböző kőzetek meghatározására is használják. Magát a LeoWorks-ot egy román cég fejleszti, az Advanced Studies Research Center. Ők különböző informatikai fejlesztésekkel foglalkoznak környezettudományok során, elsősorban bioinformatikával. Ez egy Java alapú szoftver lenne, és fő céljuk az lett volna, hogy az Európai Űrügynökségnek az EduSpace programját, ez egy oktatási program lenne. Például egyetemeket is belevettek, a Szent István Egyetemen is oktatják ezt a szoftvert, hogy ezt egészítse ki. Hát, hogy milyen állományokkal tudunk dolgozni, ugyebár rasteres állományok, valaki nem találkozott volna ilyennel, ezek pixelekből állnak, minden pixelnek egy egyedi értéke van. Például Landsat műhold felvételeknél ezek 8 biten tárolódnak, 0-tól 250-ig vehet fel értéket. Tehát a geotiff az egy elég elterjedt formátum a térinformatikában, a demet domborzat modellekhez használjuk és terepmodellekhez. HGT, HDR ezeket már tudtam, a radaros felvételeknél is használják. HGT-vel úgy találkoztam még, hogy domborzat modell képében, és elterjedt képformátumok a JPEG, PNG, GIF. Vektoros állományok, amiből állnának, pont, polyline, tehát sokszögvonal, meg poligon. Ezek közül shapefile-okat tud használni, amely a legelterjedtebb formátum, ezt az Esri fejlesztette ki, jelenleg a piacvezető asztali szoftvergyártó cég, valamint a GPS-ek világából ismert GPS fájlokat.
Exportálni geotívbe tudunk, DIM állományokba, HDR-be, vektoros állományok közül SIP-be, valamint KMZ-be, ami a KML-nek egy tömörített változata lenne, valamint képformátumokba. A őholdképeket, hogy tudjuk megjeleníteni, ezeknél több változat van. Van, ami egy csatornás. A csatorna gyakorlatilag a frekvencia tartományt adná meg, ahol a kép készült. Tehát egy csatornás állományoknál egyetlen egy sáv van, vannak a multispektrális felvételek, mint a most bemutatott lencet, a később bemutatott lencet felvételek, ezek 7 csatornából állnak. Multispektrálisnak egy olyan néhány tucat csatornáig veszünk, és vannak hiperspektrális felvételek, amik már 100-150-160 csatornából is állnak, borzasztóan nagy információ tartalommal. Megjelenítésnél egy monokróm megjelenítés lenne. Itt egy csatornán sajnos fény miatt nagyon rosszul látható. Esetleg megpróbálunk úgy, hogy így fordítom a laptopot, hogy hát ha... Hát így valami érzékelhető belőle, tehát ilyenkor egy csatornát tudunk csak megjeleníteni, általában egy szürke színsávval. RGB kompozit csatornákat lehet vele megjeleníteni, ilyenkor a vörös, zöld és kék színekhez rendelünk hozzá egy-egy csatornát, ezzel a képen egy hamis színes felvétel látható. Tehát itt hamis színesnél nem számít, hogy melyik csatornát rendeljük hozzá. Létre lehet hozni valós színes csatornákat. Ez úgy néz ki, hogy lencet felvételeknél a vörös a 3-as csatorna lenne, a zöld a 2-es, a kék pedig az 1-es, hogy ezeket állítjuk be. Különböző szűrőket tudunk használni, ami a hibacsökkentésre, zajcsökkentésre alkalmas, tehát pontosabbá tudjuk vele tenni a felvételt. Élszűrőket, különböző statisztikai szűrőket, szerintem ha valaki egy Photoshoppal dolgozott, akkor ezek ismerős dolgok számára. Általános információkat le tudunk kérdezni magáról az állományról, amit használunk. Pixelméret, milyen koordinátorrendszerben van, földrajzi kiterjedése. Pixel információkat tudunk gyakorlatilag, hogy milyen értéket vesz fel, pontosan hol helyezkedik el a pixelek között, valamint földrajzi helyezkedését. Alapstatisztikákat tudunk lekérdezni, itt elég szegényes, tehát egy pixel szám, átlag, medián, szórás, variancia, amit tud maga az alaprendszer. Hisztogramokat elég érdekesen jeleníti meg, a hisztogramok általában oszlopdiagramként jelennek meg, ahol az oszlop szélessége egy adott értéktartományt jelentene, a magassága pedig gyakorlatilag a benne található értékek számát, vagy gyakoriságát. A hisztogramok nagyon fontosak a képfeldolgozásban. Spektrum funkcióval gyakorlatilag egy pixel értéket tudunk megnézni, hogy melyik csatornában milyen értéket vesz fel. Itt is látható, hogy lencetfelvétellel dolgoztunk, 7 csatornán átműködik. Ha esetleg rálátni, ez itt egy valós színes megjelenítés. Van egy profile plot funkciója, itt gyakorlatilag ha egy polylight felveszünk magán a képen, a vonal mentén a 3 csatornának a pixel értékeit jeleníti meg. Tehát ez is egy RGB megjelenítés szükséges. Interaktív stretching. Ennek a lényege az lenne, hogy nagyon fontos a távérzékelésben, hogy vizuálisan is el tudjuk különíteni az adatokat. Nem elég csak a gépre bízni, ha csak gépi algoritmusokra hagyatkozunk, abból azok elég csúnyán félre tudnak sülni. Tehát a hisztogram nyújtásnak az lenne a lényege, hogy gyakorlatilag úgymond kontrasztosítunk. Ezáltal azt érjük el, hogy maguk a tereptárgyak, a képelemek sokkal jobban megkülönböztetőek legyenek, és jobban elhatárolhatóak legyenek. Itt több lehetőségünk van, van egy kiegyenlítés, ami a hisztogramot megpróbálja nagyjából a meglévő osztályok változtatása nélkül nagyjából hasonló gyakoriságúvá tenni.
ezzel szét is nyújtja a histogramot, és nagyobbak lesznek a hézagok, viszont sokkal átláthatóbb lesz a kép, és már szemben is sokkal nagyobb az információ tartalma. Egy histogram kiegyenlítést is tudunk elvégezni vele, logaritmikus nyújtást, vagy pedig az is egy elterjedt dolog, hogy a kép színeiből 2-3%-ot, az értéktartomány színeiből 2-3%-ot levágunk. Gyakorlatilag ugyanaz a felvétel itt egy histogram kiegyenlítéssel. Itt már a képen is nagyon jól látszik, hogy mennyivel, már szemre is mennyivel több információt tartalmaz. Ezt megjegyezném, ilyenkor általában előfordulhat az, hogy változnak a pixelméretek, értékek, mindenképpen egy újraosztályozást kell csinálnunk, amelyre többféle interpolációs algoritmus van beépítve a szoftverbe. A color manipulation, így gyakorlatilag a pixel értékek nem változnak, csak a színekkel tudunk a histogramok alapján játszani. Ez is megint megkönnyíti az ember munkáját elég nagyban. Band arithmetic, ez gyakorlatilag egy raster kalkulátor lenne. Ennek a lényege az lenne, hogy a különböző csatornákkal, a már származtatott állományokkal matematikai, logikai műveleteket el tudjunk végezni. Például lesz szó majd az NDVI-ról, egy vegetációs indexről, azt az egyet tudja a szoftver ilyen téren, viszont van mellette mondjuk 15, még minimum 15 fajta vegetációs index, azt egy ilyen kalkulátorral könnyen magunk is el tudjuk érni, hogy tudjunk számolni velük. Különböző matematikai függvényeket is ismer ez a band arithmetic. Maga az NDVI, ez egy normalizált differenciáló vegetációs index lenne, ez egy elég elterjedt index, főleg az agrárosok körében. Így gyakorlatilag arra épül az egész, hogy a növények a legtöbb fényt a vörös tartományból nyelik el, viszont minél fejlettebb egy növény, a közeli infratartományt annál inkább visszaveri. És gyakorlatilag egy normalizálással egy 1 és mínusz 1 közötti dimenzió nélküli számot kapunk. Negatív számoknál semmilyen növényzet nem lesz, nagyon sokszor ott jégtakaró is van. Ezzel gyakorlatilag a vegetációnak az aktivitását tudjuk mérni, és a fejlettségét. Hát ez jobban látszik, mint laptopon. Velencénél azért látszik, nem olyan sok zöld folt van. Tehát aktív vegetáció területen elég kis százalékban található. Képfeldolgozás egyik legfontosabb eleme, ugyebár kapunk egy műholdképet, ez egy folytonos állomány. Lencetnél például 0 és 255 közötti értékek vannak. Ezeket nekünk valahogy fel kell dolgozni, osztályozni. Osztályozás során gyakorlatilag tematikus állományokat kapunk. Két változata van, az irányított és az irányítatlan osztályozás. Irányítatlan osztályozást klaszterezésnek is nevezzük. Itt két dolgot kell megadnunk, klaszterek számát, hogy hány osztályt szeretnénk, valamint az iterációk számát, hogy maga az algoritmus hányszor fusson végig. Ez semmilyen más beleszólásunk nincs. Elég jó eredményeket lehet vele elérni, viszont van, hogy nagyon csúnyán félresiklik az egész. Tehát ha olyan homogén adathalmazt kapunk, akkor egyszerűen semmit nem mutat. Egy káosz lesz belőle. Irányított osztályozásnál sokkal nagyobb beleszólása van a feldolgozást végző szakembernek. Itt létrehozunk osztályokat, és az osztályokhoz megadunk tréning területeket. Tehát kijelölünk területeket, itt több szabály van erre, mindenképpen reprezentatívak legyenek, tehát lefedje a teljes osztályt, tehát lefedje a valóságot, valamint úgy kell megadni az osztályokat, hogy a teljes teret kitöltsék, nem lehet olyan pixel, ami semmilyen osztályhoz nem tartozik. Egy-két szoftverben ezt a osztályozás során létrejött histogramok alapján tudjuk Leoverse-ben ellenőrizni. Egy-két másik szoftvernél van olyan lehetőség, hogy létrehoz egy olyan térképi állományt, amelyen minden pixelhez egy valószínűségi értéket hozzárendel, hogy hány százalék a valószínűsége annak, hogy megfelelő osztályba került.
Tehát maga az osztályozás folyamata, így néz neki a szoftverben, ez csak így nagyság, azért húztam be ekkora területet, hogy jól látható legyen, osztályokat létrehozunk, mintaterületek, az alapján lefut több különböző algoritmust is, mert Maximum Likelihood, Fisher Likelihood, stb. És a végeredmény ez lenne például egy műhold felvételből. Hát ez már egy kész tematikus állomány. Irányított osztályozásnál, irányítatlan osztályozásnál, tehát klaszterezés alapból úgy néz neki, van egy úgynevezett hierarchikus klaszterezés, teljesen alulról építkezik, minden egyes lépésben az egymáshoz legközelebb tartozó két elemet összevonja, gyakorlatilag egy faszerkezet jön létre, és a végén egyetlen egy nagy klaszterben egyesül. Térinformatikában K-középpontú klaszterezést szoktunk használni erre. Így miután megadtuk a klaszterek számát, például az ábrán két osztályt akarunk létrehozni, a teret két részre osztja, ez alapján megjelöl egy középpontot, utána a középpont alapján távolság vagy más függvények legközelebbi szomszéd, stb. Algoritmusok alapján hozzárendeli a középponthoz az új, a valószínűleg hozzátartozó pixeleket, majd újra felosztja a teret, új osztály középpontot számol, és így tovább, ahány iterációs lépést meghatároztunk neki. Reproject gyakorlatilag sokszor problémát jelent, hogy különböző műhold felvételekkel kell dolgoznunk, ki tudja, honnan tudjuk beszerezni, főleg problémás, hogyha mindenképpen ingyen akarjuk beszerezni őket, eltérő vetületi rendszerekben vannak, ezeket át kell transformálni, Multispec például nem tud semmilyen vetületi rendszerbe transformálni, LeoWorks-el ez megoldható, és ami fontos, ismeri az EOV vetületi rendszert is, az egységes országos vetületi rendszert, amiben Magyarországon dolgozunk. Vektoros rétegeket is tud kezelni, ebből megint nem látszik semmi. Elég problémás a kezelésük, ez a része nagyon rosszul van megírva a programnak, gyakorlatilag először a vektoros állományon egy területet kell kijelölni, és utána azt nem is engedi, hogy teljes értékben megjelenjenek. Tehát mindenképpen valami lekérdezés alapján kell megadni neki, szintén ez a Bend Arithmetichez hasonló felületen, hogy attribútumtábla mely értékei, és az alapján például mely vektoros objektumok jelenjenek meg. Van egy GIS Manager funkciója vektoros rétegek kezelésére, így be tudjuk állítani a megjelenítési stílusokat, rétegeket tudunk létrehozni, digitalizálni, és az attribútumtáblát tudjuk kezelni. Távolságmérést tud még vektoros állományoknál, tud még egy puffer területeket számolni az alapján, térképeket is lehet vele készíteni, ez borzasztóan vacak, tehát erre jobb szó nincs. Gyakorlatilag a képeket északjelet lépték, jelmagyarázat, ami kéne egy kész térképre, az azt tudja. Nem is ezzel van a probléma, hogy teljesen rugalmatlan, semmilyen formázási lehetőségünk nincs. Például ezt a csúnya szürke hátteret nem lehet egyszerűen eltüntetni alulra. Nem tudjuk a jelmagyarázatnak a, mondjuk a színkulcsát, vagy az értékeit átírni. És ennyit szerettem volna, köszönöm a figyelmet.